Én 30 éve dolgozom a pályán, tüdőgyógyászként, allergológusként, és elég régóta kerestem a megoldást, hogy a gyógyszer mellett mi az, ami gyógyítás segíteni. Hát nem nehéz kitalálni egyébként, az életmód az. Úgyhogy én magam is allergiás vagyok, majd diába fogok ráutalni, de igazából ami engem az egészséges életmódra vitt, ez a daganat. Nekem öcsém halála után non-Hodgkin limfómám volt, és 8 kemoterápia és 2 műtét után úgy nézett ki, hogy az életemnek vége van, és én akkor kezdtem el komolyabban foglalkozni az életmóddal, illetve kezdtem el szedni az algát, ami a mai est fénypontja lesz, de nem termékbemutatóról lesz ma szó, hanem elsősorban az egészségről, illetve olyan dolgokról, ami egyébként annyira sajnos nem publikus. Ezeket az információkat én elég sok helyről szedtem össze, és remélem, hogy hasznos dolgokat fognak itt hallani. Elég szomorú, hogy a kollégákat és az orvos társadalmat ez az oldala, az egészség igazából nem érdekli, de nagyon örülök, hogy vannak itt azért olyan emberek, akiknek fontos az egészség, és ugye mondták, hogy mindenünk megvan, igen, de a legfontosabb az egészség, mert hogyha az ember gazdag is, az egészséget nem lehet megvásárolni. Tehát vannak nagyon több milliárdos emberek, akik betegek lesznek és meghalnak, mert pénzük van, de az egészséget nem lehet megvásárolni. És higgyék el, hogy mindenki, ugye életbiztosítása mindenkinek van, vagy sokaknak van, az egy jó befektetés, de az egészség a legjobb befektetés, mert a biztosító az lehet, hogy halálom után fizet, a családom jól jár vele, de attól én nem leszek jobb. Én azt gondolom, hogy az, hogy egészségesek legyünk, azt igenis, hogy megéri egy kicsit beleinvestálni egy kis pénzt. És ami a lényeg az, hogy tényleg az egészséges életmód az én olvasatom, vagy gyakorlatilag mindent visz, úgyhogy én nagyon fontosnak tartom azt, hogy egészségesen élni. A probléma csak az, hogy nem tudunk egészségesen élni, mert én is daganatos lettem, ez azt jelenti, hogy valószínűleg én is valamit rosszul csináltam, holott én még orvosegyetemre is jártam, és úgy sem oktatják egyébként az egészséget, úgyhogy én autodidakta módon utána kezdtem ezeknek a dolgoknak nézni, és hát nagyon sok helyről szedtem össze információkat, hogy ezeket a dolgokat fogom most itt este elmondani, és remélem, hogy lesznek olyan diák, ami tényleg az embernek a érdeklődését fölkelti. Mindegyik olyan információ, amiért én vállalom a felelősséget. Kicsit sarkítani fogok, én sem orvosellenes, sem pedig gyógyszerellenes természetesen nem vagyok, de azért sarkítok egy kicsit, hogy vegyük már észre, hogy mi a reklám a médiában van, az nem a valóság. Tehát Advil Ultrától én embert még nem tudtam meggyógyulni. A másik az, hogy én 30 év alatt nem láttam 2 egyforma beteget. Tehát egyik betegnek ez a jó, a másik betegnek az a jó. Tehát ezt döntsük el, hogy ez nem úgy működik, hogy a szomszédom meggyógyult tőle, akkor nekem is jó fullad a unokám, és akkor a szomszéd odaadja a sprét, befújok tőle, és akkor unokám meggyógyult. Tehát azért ez egészen nem, ez személyre szabott minden. És itt ugye vannak különböző, itt elsősorban táplálkozásról lesz szó, tehát nagyon-nagyon fontos lenne, hogy itt a táplálkozást fogom egy kicsit kiélezni, mert ugye mindenki azt gondolja, hogy eszünk, és akkor annak sok köze nincs az egészséghez. Én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb dolog az, hogy az ember egészségesen táplálkozzon, és akkor nem lesz probléma. Úgyhogy erre találtunk egyébként egy megoldást, és én tudom, hogy nagyon jó táplálékkiegészítők, és nagyon jó, ugye ön mondta a bérest és egyéb dolgokat, tehát ezek nagyon jó készítmények, meg az Avemar, meg a Culevit, meg a nem tudom én mi. Én nem is fogom ma ezeket a dolgokat említeni, én majd olyan megoldást fogok mondani, amit mi itt páran megpróbáltunk. Én az életemet köszönhetem neki, én ezt a terméket 2010 óta szedem, és 2010 óta köszönöm szépen, élek még és itt vagyok. A mellékhatása pedig az, hogy én 6 betegségből gyógyultam meg. Ezeket majd érintőlegesen fogom említeni, és ezek olyan betegségek, a migrén, a reflux, az allergia, a szénanátha, az aranyér, a depresszió és az alvászavar, most mondtam 6-ot, ami mindnyájunkat gyakorlatilag valahol érinti. Úgyhogy igazából én se tudtam, mert a főszereplő egyébként ez az immun nevezetű készítmény lesz, ami gyakorlatilag algákat tartalmaz. Algákról semmit nem tudtam, az algát nem is tanították az orvosegyetemén, és az az igazság, hogy az ember, ugye én mindig azt mondom, a puding próbálja az evést, tehát elkezdtem fogyasztani, és amikor láttam, hogy mennyire jó a termék, akkor kezdtem utána nézni a dolgoknak, és mivel rengeteg információt összegyűjtöttem, ezeket fogom most így önöknek elmondani.
De úgy, hogy tényleg az ember kicsit közérthetően mondja el olyan dolgokat, ami egyébként szinte hihetetlenek. Én mindig azt mondják, hogy az orvosok, hogy a csodába általában az orvosok nem hisznek, már pedig a csoda bennünk van, és majd utalok itt egy-két dologra, főleg a szeretet és egyéb dologra, amit Kati is mondott, hogy igenis, hogy vannak csodák, és a csodákat mi magunk teremtjük meg, csak nem figyelünk oda kellőképpen, nem vagyunk túl spirituálisak, és ez is probléma. Japánokat fogom ma említeni, majd többször vissza fogok térni, hogy a japánok egész sok mindent máshogy csinálnak. Én nem vagyok nagy japán kultúra hívő, meg nem is voltam kint Japánban, de utalni fogok rá, hogy egy csomó dologba tényleg érdemes lenne őket követni, mert rengeteg dologba ők világelsők, és nem véletlen, hogy pont a táplálkozásuk az, meg a meditáció, jóga, tai chi és egyéb dolgok az, amit ők gyakorlatilag egészen máshogy csinálnak. Ami egyébként az aktualitását adja az egész dolognak az, hogy majd hivatkozni fog dolgokra, és mindenki nézze utána. Magyarország és a magyar nép a legegészségtelenebbül él Európában. És hagyd mondjam, hogy például a daganat halálozásban, ezen belül is a tüdőrák halálozásban világon másodikak vagyunk. Tehát nem Európában, hanem a világon. Ez azt jelenti, hogy valamit nagyon-nagyon rosszul csinálunk. A születéskor várható átlag életkor Magyarországon nagyon-nagyon-nagyon rossz. Nagyon rossz helyen állunk ebben is Európában, és ez igazából nem csak pénzkérdése sajnos, hanem ennél sokkal összetettebb a dolog. Majd fogok ráutalni, hogy például dohányzásban megyünk szépen lefelé, hogy a dohány árának a változásával, a drágulásával egyre kevesebb cigaretta fúj, ennek ellenére egyre több tüdőrákos van. Én azért tüdőrákot fogom említeni, mert én tüdőgyógyászként elsősorban a tüdőrákos betegekkel találkozom, és hadd mondjam el, hogy régen ez a férfiak betegsége volt a tüdőrák, ma már egyre gyakrabban nőknél is találkozunk tüdőrákkal, és sajnos egyre fiatalabb korban, tehát remélem, hogy a képek azért magukért beszélnek. Két veszti kutyám van, a kutyákra majd egy kicsit ki fogok még térni. Én nagyon szeretem a kutyusokat, árral szembe úszom, hát ahogy látják, önök egy kicsit majd egy évről múlva meg fogják érteni, hogy miért. Tehát a kollégáim igazából nem nagyon tartanak velem, úgyhogy én megyek a kutya után, úgyhogy árral szembe. És legalább mindenki így figyeljen, mint ahogy ez a kis Manó itt a kutya barátjával, úgyhogy cumi a szájba és mindent bele. Az lenne a kérésem, lesznek olyan dolgok, ami egyébként nem biztos, hogy közérthető, vagy esetleg érdekes lehet, a végén nyugodtan ezzel kapcsolatosan lehet majd kérdést feltenni. Kezdeném az elején, jó? Ősi kínai orvoslás, most idén Nobel-díjat egy kínai hölgy kapott, aki gyógynövényekkel foglalkozik. Yu Tu-nak hívják, ez még magában nem lenne túl nagy dolog, de hogyha tovább megyünk, akkor ez egy Artemisin nevezetű hatóanyagot állított elő, malária elleni hatóanyag egyébként, és hogyha azt mondom, hogy egy nyári ürömből, akkor ez sem igazából fog sokat mondani, tehát az a lényeg, hogy a malária az egy olyan betegség, fertőző betegség, amiben emberek milliói halnak vele. Erre ugye van a klorokvint, a kininnel kezelik, de gyógyszerek is vannak, de ezzel az egynyári ürömből az Artemisin nevezetű anyaggal lehet kezelni. És hogy ez az egynyári üröm, ez mi? Ez egy gyomnövény Magyarországon, tehát Magyarországon mi ezt írtjuk. Egyébként majdnem úgy néz ki, mint a parlagfű, úgyhogy ez a egynyári üröm. Egyébként hadd mutassam meg önöknek, hogy gyógyszerként tényleg patikába kapható, de ezt Magyarországon nézzék meg, úgy írtják, mint a Nokrokt, ugyanis hogy a pollenje allergizál. És utána mentem még egy dolognak, ez 2008-ban már publikus volt, ugye ez az Artemisin nem csak a malária ellen hatékony, hanem a daganat ellenes hatása 1200-szor hatékonyabb, egyébként pont a leukémiában és mondjuk a tüdődaganatban, mint egyes kemoterápiák. Ezzel csak azt akarnám mondani, hogy Magyarországon ugye mi azt mondjuk valamire, hogy gyógynövény, és ugyanezért máshol Nobel-díjat kapnak, mert gyógynövény. Tehát most akkor döntsük el, hogy vajon melyik az igazi. Sok mindenről nem beszélünk, de most Putya doktor nekünk meg fogja mutatni, hogy mi is a lényeg. Amit előbb céloztam rá, mutatnám, itt a halálozási arányszámot lát, hogy minél feljebb van valami, annál többen halnak meg. Bulgária után Magyarországon halnak meg legtöbben, utána jön Szlovákia, Észtország, legkevesebb Olaszország, Franciaország, Németország, Svédország, itt van egyébként Ausztria is, tehát Európában a halálozási statisztikában második helyen állunk. Még annál is kellemetlenebb, hogy a világ daganatos halálozásában, ami Mongólia után másodikak vagyunk, itt csak mutatnám Szlovákiát, Romániát, Ausztriát, és itt legalul Japán, tehát minél lejjebb van egy ország, annál kevesebben halnak meg benne. Itt láthatjuk, hogy Japán
daganat halálozásban nagyon jó helyen áll, annak ellenére, hogy Fukushima, Nagasaki és ugye Hiroshima azért az nem tett annyira jót, mondjuk pont a leukémia szempontjából. Úgyhogy ennyit erről. Amire már előbb utaltam, hála Istennek a cigarettafogyasztás gyönyörű szépen nő, vagy csökken Magyarországon, így láthatjuk, hogy 2009-höz képest fele annyi cigaretta fogy, ennek ellenére a tüdőrák halálozás gyönyörű szépen emelkedik, úgyhogy mindenki gondolkozzon akkor el rajta. És egy érdekes adat, ezt most publikálták nem olyan régen, hogy a fővárosban a egészségügyi dolgozók között a 40 év alattiak halálozásának 74%-ában férfiaknál, 88%-ban daganatban halnak meg az egészségügyi dolgozók. Ez a normális átlagunk a háromszorosa. Tehát az egészségügyi dolgozók sokkal gyakrabban halnak meg daganatban, ezzel csak azt akarom mondani, hogy ezen is érdemes lenne egy kicsit elgondolkozni. És itt van egy 2014-es adat, 34 ország egészségügyi állapotát tekintve gyakorlatilag Magyarország az utolsó helyen áll az egészségügyi állapotot fénylegyenbe véke. Ezekkel nem riogatni akarok senkit, hanem egyszerűen itt tartunk. Na most, hogyha minden így fog menni, ahogy eddig, ez ebből jobb eredmény sajnos nem lesz. Daganatról pár szót. Új fegyver a daganat elleni harcban, tehát én már erről beszélek 10 éve, de eddig igazából senkit nem hatott meg. Mert mit csináltunk régen? Kemoterápiával, illetve most is ezt csináljuk, hogy kemoterápiával, sugárral, illetve sebészeti beavatkozással mit csinálunk, kivesszük a daganat sejteket, és a kemoterápiával tulajdonképpen megöljük a daganat sejteket, meg az egészséges sejteket is. Tehát a kemoterápia az nem tud különbséget tenni a daganat sejt és az egészséges között, az pusztít minden, ezért lesz valaki kopasz. Például, mert a hajhagymákat is tönkre teszi. Itt ugye látható, hogy sok esetben nem is vezet eredményes gyógyuláshoz maga a kemoterápia, és rájöttek, hogy van az immunonkológia, aminek az a lényege, hogy mit kell csinálni, az immunrendszert kéne aktivizálni, és az immunrendszer aktivizálásával az immunrendszer csak a daganat sejtet pusztítina el, ehhez viszont jó immunrendszerre van szükség. De most ki tudja megmondani, hogy hogy lesz jó az immunrendszerem? Hát ez a mai este erről szól. Mert eltetszik menni az orvoshoz, hogy mondja, meg mindenki meg kéne erősíteni az immunrendszert. Most attól, hogy önbéres cseppet tetszik szedni, igazából teljes tőzsdőkeres javulás nem lesz, mert ahhoz, hogy javulás legyen, most fogom elmondani, hogy mit kéne csinálni. Tehát immunrendszert javítani, az nagyon-nagyon nehéz, mert az immunrendszerünk ezer sebből vérzik. De azért, mert az immunrendszerünk gyenge, az attól nem a parlagfű, meg a fekete örömpollenje, tehát higgyék el, meg nem is a kutyaszőr, meg a macskaszőr. Ezt jobb, ha tőlem tudják meg. Tehát teljes holtvágányon vagyunk, és teljesen rossz az információ. Úgyhogy csak úgy mondanám, hogy nagyszámú gyulladást, tehát a T-sejteket, hogyha tudjuk fokozni, ez egyébként egy gyulladás jelen a szervezet, ez fogja fölvenni a harcot például a daganat sejtek ellen, vagy amikor én például lázas vagyok, azért vagyok lázas, mert a láz fogja elpusztítani a vírust. Ha én beveszem a lázcsillapítót, lemegy a lázam, és a vírus nem fog elpusztulni. De azt az érzetet kelti bennem, hogy lement a lázam, tehát meggyógyultam. Igaz? Nem. Egy óriási nagy becsapás. Ha valaki lázas, feküdjön otthon. Egyen erőlevest, egye a C-vitamint, az echináciát, egye a fokhagymateát, és kúrálja magát 4 napig. És amikor láztalan, akkor menjen dolgozni. Az Advil Ultrától senki nem fog meggyógyulni. Viszont az lesz, hogy lábon kihordott tüdőgyulladás, 3 nap múlva beviszik az intenzív osztályra, és tüdőgyulladásban meghal az intenzív osztályon. Mert nem volt láza. Igen, láza nem volt, de a tüdőgyulladása nem gyógyult tőle meg. Mert a vírus nem tudta elpusztítani az immunrendszer, ugyanis mindnyájunkban most, minden percben 80-100 000 daganatsejt van bennünk. És az immunrendszer folyamatosan blokkolja és megöli a daganatsejteket, amik bennünk képződnek. Ez az óriási különbség. Jó? Az emberek nem halnak meg, hanem megölik magukat. Ez Seneca mondta, és teljes mértékben így van. Tehát abszolút rosszul csinálunk mindent. Tehát szedjük a lázcsillapítót, Advil Ultrát, úgyhogy gyakorlatilag ez probléma van. Egyetlen egy prevenció van Magyarországon, a fogmosás. Na, arra ugyan a csonttitkulás, az nem úgy kell meg, ez elmegyek csontsűrűség vizsgálatot, és akkor mondhatják, hogy már a csontom, nincs is csontom, és akkor elkezdem a porcerősítőt, meg a kalciumot szedni. Ez nem prevenció. A prevenció az ott van, hogy már a születéskor valaki a fogantatás pillanatától a magzatát elkezdi egészségesen nevelni. Vagy az 5 éves gyerekemnek odaadom a karallávét, meg a karfölt, és nem a mekin nő föl. Ez a prevenció, hogy egészségesen táplálkozzon. Oké, én 5 éve fogyasztom az algát, és 15 éve legalább foglalkozom táplálék kiegészítőkkel, aloéből elkezdve a nonin keresztül elég sok mindent megpróbáltam, viszont amikor nekem daganatom lett, ez üzent nekem. Tehát én örülök, hogy daganatom lett, öcsém elvesztésének nem örülök, de hogy daganatos lettem, azt annyira nem bánom, mert így más ember lettem. Hogy mik ezek az ismérvek, hogy például ilyen
Magyarországon megbélyegzik a daganatost. Az, hogy valakinek daganata van, az, hogy most kopasz, az szegénynek daganata van, meg izé, és akkor jönnek, hogy hát a szomszéd azt is két hetet temettük el, neki is daganata volt. Tehát nincs Magyarországon. Amerikában valakinek daganata van, akkor az megfelelő szintre. A magyarok, ha daganat, akkor leírják. Na, hát ennek se sok van hát, akkor el is búcsúzunk tőle, mert szerintük 3 hét múlva a temetőbe lesz. Tehát Magyarországon az, hogy egy daganatos túlélje a betegséget, Magyarországon ez nem egy közhely. Jó? Hadd mondjam azért, ha valakinek daganata lesz, lelkileg is sérül, a másik az, hogy kemoterápiában, nekem a mai napig is a lábamon mondjuk nincsen szőr, nem nő ki, a hátam tele van ilyen anyajegyekkel, mert a bőröm az teljesen tönkretette a kemoterápia, de legalább élek. Tehát nagyon sokan nem tudják, hogy a kemoterápia milyen sok szenvedést okozza ez, de aki nem hiszi el, nézze meg Cejzel Endrét, a harmadik kemó után leírta emléksorját, hogy nagyon szarú volt, és a negyediket már nem kérte, úgyhogy nem olyan jó azért az a kemoterápia. Csak arról nem szabad beszélni, vagy nem szoktak beszélni. És ami a lényeg, hogy az érdekrendünk megváltozik, mert mi lesz, hogy az értékek lelepleződnek és súlytalanná válnak. Tehát innentől fogva engem nem érdekel, és mondani, hogy miért nincs kocsim, azért nincs kocsim, mert nem érdekel. Azért nem voltam 5 éve nagyarni, mert nem érdekel. Tehát ki tudok menni a Dunapartra, és nézem, hogy úsznak a vadkacsák a vízen, meg a kutyám ott sétál a fűbe, az nekem bőven elég, mint hogy elmenjek a jugoszláv tenger, mit tudom, hogy hívják most már. Én még jugoszláv tengerparton voltam, és akkor belemegyek a sós vízbe, 42 fokba utazom azért 18 órát, hogy megcsobbanjak az Adriai tengerbe. Engem ez nem különösebben érdekel. Jó, tehát az értékrendem egy kicsit megváltozott. Nem nagyon becsültem magam igazából sok, de nagyon fontos, hogy legyenek céljaink. Meg az, hogy egy kicsit a daganatos beteg mindig úgy leírja magát, hogy mindig más fontos, én nem vagyok fontos, mert először neki, meg ezt a daganatos ember szépen lassan így meghalt. Tehát fontos, hogy saját magunkat is egy kicsit azért próbáljuk meg fontosnak tartani. És van élet a daganat után, és itt a legkisebb fiam, ez egy hete Monakóba készült. Örülök, mert így megélhettem azt, hogy a fiam kiment Monakóba, és egy ilyen jóképű 1,90-es fiam van, és tehát örül az ember, hogy látja, hogy a gyerekei szépen fölcseperednek, és ezt is minek? Az egészséges életmódnak és az Olgának köszönhetem. És nagyon fontos, és ezt kéne tudomásul venni, de az orvos nem mondja se. Ha azt csinálod, amit eddig, akkor azt kapsz, amit eddig. Tehát ha valaki daganatos, kiveszik a daganatát, ugyanúgy él, jön a metasztázis, kicsoda, hogy nekem áttétem lett. Tehát miért lenne áttétje? Hát ha mindent ugyanúgy csinál, az immunrendszere ugyanolyan szar, mint előtte, akkor miért csodálkoznak rajta, hogy kemoterápia után, hogy áttétben meg meghal? Valaki azért lesz beteg, mert valamit nem jól csinál. Idáig el kéne jutni. Vagy lelkileg, vagy táplálkozásilag, általában mind a kettőbe. És amikor az ember rájön, hogy valamit nem jól csináltam, és tudatosan jobban csinálja, vagy máshogy csinálja, akkor meg fog gyógyulni. Akár kemoterápia nélkül is. Egyébként ez az új germán medicina, meg ugye Budai doktor is erről beszél, de most én ebben nem akarok belemenni. Tehát az a lényeg, hogy jött múltkor is beteg, hogy szedi a ganodermát, daganata van áttéttel, és akkor most akkor mondom, akkor ön szerint jó a ganoderma, vagy nem jó? Gyógygomba. Gondolkozzon erre, hogy lehet, hogy a gomba mellé még valami más is kéne. De hát ez nehéz erre rájönni. De hát itt ugye probléma, mert innentől fogva az embernek saját magának kell a sorsát. Én sem vártam másra. Tehát én azt mondtam, hogy köszönöm a 9. kemoterápiát. Nem kérem, innentől fogva az életemet én kezembe veszem, és innentől fogva vállalom a felelősséget a saját életemért. Mert marha egyszerű azt mondani, hogy elmegyek az orvoshoz, fölír egy gyógyszert, nem javulok meg, és azt mondjam, ne haragudj, doktor úr maga szar gyógyszert ért, milyen orvos maga, nem gyógyított meg. De hát ez így megy, az egészségügyben milyen statisztikai adat vagyunk. Van, aki meggyógyul, van, aki nem. Ha nem gyógyul meg, kap egy másik gyógyszert. Meggyógyul meg, ha nem. Csak a daganatban egy gond van, nincs idő. Tehát még nincs idő egy 15 féle gyógyszert kipróbálni, erre jöjjünk már rá. Mert egy csontritkulásban még nem hal bele az ember, de daganatban lehet, hogy 3 hónap múlva vége van. De nincs időm arra, hogy most 3 hétig ezt próbálom, aztán 3 hétig azt, aztán egy másikat, és a gyógyszer mellékhatásba is bele lehet halni. Úgyhogy én megyek egy úton, aki jön velem, jön, aki nem azt. Tehát nem kötelező azt csinálni, amit én mondok, én csak egy alternatívát mondok. Csak mondom, hogy volt egy ilyen daganatos kongresszus, hogy a táplálkozási protokollok öregedésgátlás rák megelőzése terén. Igenis, hogy vannak olyan fórumok Magyarországon, ahol a táplálkozással meg lehet előzni daganatokat. Nagyon fontos például a jóga. A jóga és az egészség között nagyon komoly kapcsolat van. Nem tudom, itt van, jogázni szoktak-e itt Kecelen, nem tartom valószínűleg. Magyarországon nem divat. Menjenek el Japánba, azt nézzék meg, hogy mindenki jogázik. Tehát ilyenet. Óvodákban egyébként már ezt kéne tanítani. Úgyhogy kezdjük az alapoktól.
Ő nem Cezelendel, ő Falus András. Jó, ezt is meg kéne tanulni, epigenetika, mert mindenki jó, hogy ezt örököltem. Felejtsük el ezt az ezt örököltem, jó? Ezt tanítják a kollégáim is. Ha mind a két szülő allergiás, 75%-ban a gyerekem is allergiás. Szevasz, innentől fogva kész. Allergiás, ezt dobta a sors, aztán mindenki belenyugszik. Higgyék el, hogy nem így van. Hát ez a lényeg. Ott vagyok én. Tessék, ott az allergia tesztem, 93, ott a parlagfű, vatkender, ugye a vatkender ugyanaz, az is a parlagfű, gyapjú, háziporatka, parlagfű allergia, 2007-ben még erősebb allergiás voltam, összes óspét, besprézt, szemcsepp, tabletta, mindent használtam. Meggyógyultam, nem. 5 éve szedem az algát, egészségesen, és nincs allergiám. Nyáron elmúlt, hogy egy papír zsebkendő nem volt nálam, most sincs egyébként. Itt tartok. Ez az a életmódnak a mellékhatása. De én nem azért kezdtem el egészségesen élni, hogy allergiám meggyűl, hanem azért daganatban ne halljak bele. Értjük? Tehát ez a lényeg. Én nem, meghalni nem akartam. Azt, hogy allergiás voltam, de Magyarországon 2025-re minden második ember allergiás lesz. Ezt jó, ha több megtudják egyébként. 2025-re minden magyar második ember allergiás lesz. Ennek van egyet a vál, hát nagy dolog. Hát ez van mindenkinek. Ma már mindenki allergiás. A gyerek bemennek az iskolában, minden gyerek vagy fújja az órát, vagy köhög, vagy fullad, vagy valami. Az én iskolás koromban egyetlen egy asztmás gyereket nem láttam, meg szénanáthás se. Ma nincs olyan 8. osztály, ahol ne lenne 2 magas vérnyomásos gyerek. Menjenek-e, vagy cukorbeteg. Összeesik a 18 éves lánya. Torna órán, aztán mentőbe viszi, aztán inzulindependens, cukorbetegsége van. Mert ezt örökölte. Úgyhogy. És akkor mi a epigenetikának lényege, hogy életmódfejlesztés, mondom életmódfejlesztésével, aminek a lényege melyik? A táplálkozás, mozgás, gyakorlatilag az emberi kapcsolatok, a génjeinket meg tudjuk változtatni. Mert mi volt itt a lényeg az előbbi ábrán? Amit mutattam, hogy a génjeinknek a 1,3%-a kódol ám csak. A többi 98% csak modulál. Tehát az a lényeg, hogy amit öröklünk, az 1,7%, az összes többi génünk, az gyakorlatilag ezeket befolyásoló gén. Tehát, hogyha én ezeket a moduláló géneket az életmódommal ráhatással vagyok rá, akkor azok a moduláló gének nem engedik, hogy azok a gének felszínre jöjjenek. Tehát, hiába örököltem az allergiát, nem leszek allergiás. Mert az életmódom felülírja. Úgyhogy nem kötelező nekem allergiásnak lenni 75%-ban, hogyha mind a két szülő allergiás. Úgyhogy egyébként az öregségre is lehet, ugye volt szó telomer hosszáról, hát itt van, Alga is ugyanezt tudja egyébként, hogy nézze meg a Corella Growth Factor bárki, Kimura Japánból már rengeteg ezért, hogy a sérült genetikai állományt, van egy olyan anyag az algában, a Corella algában, ami ezt ki tudja javítani. Tehát ha még rossz a gén, tehát a moduláló génünk rosszul működik az algában, akkor is meg tudjuk azt oldani, hogy ezeket a moduláló génüket a saját alga révén ki tudjuk ezt korrigálni, és tulajdonképpen meg tudjuk gyógyítani. És akkor mondhatnám, mi az epigenetikának a lényege, hogy étkezés, mozgás, stresszkezelés, de hogyha látják ott vanni, hogy például nagyon fontos a gyónás, vagy azért fontos a vallás, vagy a magányos ember sokkal hamarabb lesz beteg, mert jó az is, ha csak kipanaszkodjuk magunkat. Néha az embernek kell a lelkének. Nagyon fontos a mozgás, és nem kell 3-szor átúszni a Balatont. Elég, ha 15 percet tornázunk. Nagyon-nagyon fontos lenne például a zene, vagy a mérsékletes vörösbor. A bor az egészséges, a vörösbor, de nem az a kannásbor, amit a mit tudom én, milyen pezsgő tablettából ezéből csinálják. Fontos az alvás. És van egy olyan, hogy mimézis, és itt van az öröklődés, hogy van az, hogy van apuka, anyuka, eszik egész nap, és a gyerek is ez a mimézis, ez az, hogy a gyerek leutánozza a szüleit. Az nem genetika. Itt van egy... Jó? Tehát az, hogy mintákat veszünk a szülőktől, ez a mimézis. De az nem egyenlő az, hogy ezt örököltem. Most ha apuka, anyuka egész nap eszik, és a gyerek is eszik, akkor önök szerint a gyerek elhízik, vagy nem? Ugye apuka, anyuka dohányzik, valószínűleg a gyerek is dohányozni fog, és akkor azt sem örökölte. Tehát itt az megint nagy tévedésben vagyunk, ez nem öröklődés. Csak azért mondanám, hogy a barokk zene egyébként abszolút jó nyugtató már a gyerekekre is. Itt van Kövi Szabolcs barátom, és algafogyasztó egyébként, angyali sugallat nevezetük is. Lehet relaxálni ezekre, és van meditációs, most fog meg, most jelent meg egyébként Lélekutazás címmel Kövi Szabolcsnak egy zene, és mellette pedig egy meditációs szöveg megy. Ezt meg kéne tanulni mindenkinek, mert a lelki dolgokat így lehet leküzdeni gyakorlatilag.
Úgyhogy az első lenne a szeretet, itt csak mutatnám, hogy figyeljünk a részletekre. Jó, ez az édesapám, őt azért tettem ide, mert ő gyerekgyógyász, és én nagyon sok szeretetet és egészség, édesanyám meg nővér volt ápolónő, úgyhogy én az egészségügyből nagyon elhivatott embereket. Ez egy mese lenne, Amerikában történt, ez egy kis állapotos mama, akinek a pocakjába a szívhang leállt, ezért gyorsan császározni kellett a hölgyet, mert a kisbaba szívhangja leállt, viszont a édesanyja egy embóliába meghalt, tehát kómába esett és meghalt, gyakorlatilag újraélesztették, de nem lehetett újraéleszteni, úgyhogy itt látható. És akkor fogta az egyik nővér, a babát a édesanyja mellére rakta, viszont a kisgyerek elaludt, és megcsikizték a kisgyereket, hogy ébredjen már föl. Fölsírt a kisgyerek, és csoda történt, az édesanyjának a szívverése beindult. Ezek a csodák. Ez amikor két energia találkozik. Ezek az aurák, és ez lehet, és Shelley gyakorlatilag visszajött az életbe, és lám-lám, itt van az anyu, és itt van a kisgyerek. És a kisgyerek gyógyította meg az édesanyját. Tehát ezek a csodák, és mi ezeket így elmegyünk mellette, hogy jó, hát ilyen úgy sincsen. Müller Pétert is minden csoda alapja a szeretet. Most erre nem fogok kitérni, de azt biztos tudják, hogy Müller Péter is a klinikai halálállapotából jött vissza, és már át akarták vinni a túlvilágra, és akkor mondta, hogy gyerekek, még nekem itt dolgom van, és milyen szép dolgokat ír. Ezek ilyen meseszerű dolgok, de ezek viszik tovább az embereket. Na hát ez a lényeg, ez az, amit mondok, hogy gyerekkorban már ezt kellene csinálni. Meditáció, ez semmi, csak masszázs, jóga, meditáció, tai chi, ez a, hogy ne idegeskedjen már. Magyarországon nincs, hogy ne idegeskedjek. Ezen minden nap van az embernek olyan dolga, hogy agyvérzést kaphatna, ezért kell meditálni, és magamba szállni, és elszámolni háromig, és azt mondja, hogy nem érdekel. Vagy az, hogy megbocsájtás. Nem kell haragudni rá. Sokkal egyszerűbb, ha megbocsájtok, mert akkor magammal teszek jót, mert nem kell, hogy idegeljen magam miatta. Talán nem tudjuk, de a simogatás egyébként oxitocint szabadít fel a szervezetbe, és mire jó? Fokozza az immunitást. Tehát csak az, hogy a feleségemet egy kicsit otthon megmasszírozom, már jobb lesz az immunrendszer. Milyen érdekes. Hát a gyerekek mit gondol, miért teszik mellére az édesanyja? Egyből beindul az oxitocin és a tejtermelődés. Hát a mellére teszik, az anyának az egy olyan inger, hogy a baba közvetlen ingere, az kész. Annál nagyszerűbb érzés, biztos önök tudják, nincs semmit, akkor gyereket a mellre teszik, és akkor onnantól fogva megszűnik a világ. Segít az alvásban, ezek ilyen egyszerű dolog, és mi az, hogy ölelés, meg simogatás. Ezek ilyen kis egyszerű, de nagyszerű dolgok. Mozgásról nem beszélek, itt a két kutyám megy futni. Hát lehet egy kicsit túlzásba is vinni, Kolonis Györgyöt, nem tudom, tudják, a közepes fokú érelmeszesedésben halt meg, őt is egy kicsit túlhajtották szerencsétlent. Egyébként hadd mondjam, hogy ő a halála előtt már többször rosszul volt a edzésen, csak mindig azt mondták, egy kicsit kifáradtál, de nincs neked semmi bajod. Hát nem, egyébként Fehér Miklós ugyanez volt. Összeesett, aztán hát meghalt, hát fiatalon, de hát van ilyen. Bene Ferencék idejében miért nem volt? Albert idejében miért nem volt? Pedig ők nem fociztak, ők is fociztak. Tehát valami probléma van. De. És akkor ilyen fiatal embereket meg elvesztünk, és összeesik. És van megoldás is. Minden pályán legyen defibrillátor. Nem ez a megoldás. Tehát itt valami nagy problémák vannak. Japánok. Amíg élünk, mozgunk. És nagyon fontos, hogy ez a wakavei kombu, ez alga tartalmú élelmiszer. Jó, Japánban 60 000 év feletti van, ez Magyarországon gyakorlatilag sehol se vagyunk ehhez, és nagyon fontos, hogy kicsit maradjunk éhesek. A japánok sose eszik magukat túl. Magyarországon mindenki túl eszi magát, és akkor jön a magyar reklám, hogy egyél ilyen enzimtablettát, olyan jobb legyen az emésztés. Nem kell annyit zabálni, nem az enzim a megoldás. Nem kell annyit enni, nem kell 6 fogást végigenni. Én néha megyek sétáló utcán, és látom, hogy fiatal emberek micsoda ekkora pizzát megeszik, hát ezt körülbelül én egy hét alatt se tudnám megenni, ő meg utána böfög-röfög, igaz, hogy akkora, mint a félházát, mondom, barátom, jól csinálod, igazad van. Egészségedre. Japánok ezt teszik, ez az alga, így néz ki, zöld por. Ez a víz felszínénél porítják, és akkor ilyen zöld por lesz belőle, úgyhogy a világ legnapszerűbb élelmiszere. Ha minden jól megy, akkor valahol nálam is van egy alga. Ugye japánoknál volt atomcsapás, úgyhogy az én algáim is ilyen atomvédelem alatt állnak. Csak mondom, hogy nem vizet prédikálok és bort iszom.
A vizet nagyon szeretem, ez egy alga, zöld színe van, nincs megfestve, és nincs csokoládé íze, mert az alga. Beveszem, és gyakorlatilag ennyi. És akkor ez most a vacsora előzetes. Teljes értékű táplálék, úgyhogy ez az alga. Japánok 10 kilót esznek évente per fő, és még egyszer mondom, nem sokáig akarjunk élni, hanem egészségesen. Ha viszont egészségesen élünk, akkor sokáig fogunk élni. Ilyen egyszerű. Ennyi a japán köztudat. Így kell élni. Magyarországon mit csinál? Szerencsétlen nyugdíjas megkapja a nyugdíját, elmegy a háziorvoshoz, feliratja a gyógyszert, elmegy a patikába, és a nyugdíja felét meg ott hagyja. Ja, azt nem tudták, hogy Japánban akkor kap az orvos fizetést, amíg az orvoshoz nem megy a beteg? Ahogy beteg lesz és megy onnantól fogva, nem kap fizetést az orvos. Ez a különbség. Magyarországon minél többet megy az orvos, annál több pénzt kap az orvos. Úgyhogy ez nem pont fordítva van. 15 év alattiak elhízása. Itt csak mutatnám. Kik vannak legjobban elhízva? Amerika Egyesült Államok, ötödikek vagyunk Európából, vagy Magyarországból szinte első. Itt van európai átlag, Görögország, Spanyolország, Svájc, Norvégia. Kik vannak kevésbé elhízva? Japánok. Hát mondtam már, nem eszik magukat túl. Mit esznek? Algát, és mit csinálnak? Mozognak. És mit csinálnak? Tájcsiznak. Ennyi. Magyar meg eszik, mozogni nem. Van olyan hogy első emeletre a lány első emeletről lifttel jön egy emeletet lefele, saját szemmel láttam. 18 éves kislány. Mondtam neki, hogy figyelj, nem kéne egy kicsit, azt mondja, mi közöm hozzá. Mondom, igazad van. Jó van. És mondom, ha elromlik a lift, akkor hogy fogsz már járni? Nem baj. Mert a lényeg, a lift azért van. A lift azért van, hogy ő az első emeletről lefele. Jó. Úgyhogy nincs ezzel semmi probléma. Táplálkozás. Ez a lényeg, ugye ez a táplálkozás, ugye ez a szeretet, ez a mozgás, ez a meditáció, vagy tai chi, és ez pedig a táplálkozás lenne a lényeg. Hát az földünkre egy kicsit vigyázni kéne. Egyébként hadd mondjam, hogy a földnek a 90%-ának az oxigénkészletét nem a brazil őserdők állítják elő, hanem az algák. A tengerek, az édesvizek tele vannak algával. Teljes értékű táplálék. Itt néz ki a spirulina alga. Hippokrátész mondta, táplálékot legyen egyetlen orvosságot. Na most ezt egy orvosnak így azt mondom, hogy táplálékod legyen, akkor azt mondja, na te se vagy normális. Mi az, hogy a táplálékod az orvosságot? Higgyék el, hogy az. Hát előbb az Artemisia az mi volt? Maláriát lehet vele gyógyítani. Magyarországon megírtjuk. 21% kutatások, ugye kicsit kutatjuk, hogy milyen kaját kéne enni, és akkor visszamegyünk 3,5 milliárd évet ahhoz, hogy megtaláljuk a megoldást. A megoldás pedig nagyon egyszerű. Grasshoff doktorné, akivel egyébként háromszor volt alkalmam, ő egy Berlinben élő doktornő, aki természetgyógyász is, és 40 évig a NASA-val több ezer algát kutatott végig, és 4 algát talált, amit végül is ebbe a dobozba beletett. Így néz ki ez az Immun nevezetű készítmény. Wellstar cég gyártja, ez egy berlini illetőségű cég. Itt van Grasshoff doktornő. És az igazság, hogy 2010-ben kezdtem én szedni az algát, semmit nem hallottam róla, úgyhogy gondolom, hogy önök sem sok mindent tudnak az algáról, akkor pár dolgot mondanék. Ha valaki fölmegy a Facebookra és megnézi az én fényképemet, ez az. Ez vagyok én. Ez egy alga vagy muszat, ez egy Hematococcus pluvialis nevezetű vörös alga, úgyhogy én nagyon-nagyon szeretem. Ez az egyik alga is bent van ebbe a dobozba. Az UNO és a WHO és a NASA is teljes értékű, még egyszer mondom, nem táplálék, kiegészítő táplálék. Óriási különbség. A kiegészítő az, hogy beveszel belőle, aztán mellette még 8 vitamint szedsz, meg ugye kajász. A teljes értékű táplálék azt jelenti, hogy ha 3 hónapig csak algát eszem, sem fogok belehalni. Ez a teljes értékű táplálék. Az űrbe ezt viszi föl a NASA, ott van a NASA-nak az űrhajósa. Hát, hogy miért első mondanék? Tehát 4 alga van benne, nem kell megtanulni. Egy tengeri, a litotamnem és 3 édesvízi. Hematokukusz, ez a vörös alga, ez a kék alga, korella pedig a... Oké, így néz ki. És most jön a lényeg, amikor mondtam, hogy ugye immunrendszert hogy lehet rendbe tenni, mert ugye szedi bárki a béres cseppet és egyéb dolgokat. Tehát az, hogy én táplálom a sejtjémet egy multivitaminnal, az kevés. Mit kell még hozzácsinni? Tisztítani és védeni is kell. Ez a 4 alga az, ami mind a 3, sőt még van egy negyedik dolog is, amiben nagyon jó ez a 4 alga. A negyedik pedig a lugosítást, mármint a pH optimalizálás, ebbe is tökéletesen jó az alga. Tehát tisztít, táplál, véd és lugosít. Ez kell ahhoz, hogy az immunrendszerem jól tudjon működni, és nagyon fontos, hogy az alga sejtszinten hat.
Az alga nem a májra meg a vesére hat, hanem a 7 milliárd sejtünkre. Óriási különbség. Hát ez nem fogpaszta és nem májkrém, ez korella algát esznek a űrhajósok, ez a korella vulgáris nevezetű alga, és tyereskova egyébként algát fogyaszt. Mennyi minden van az algában, ez csak töredéke, csak mutatnám, az összes B-vitamin, folsav, P-vitamin, D-vitamin és K-vitamin is benne van, de ami még ellén is fontosabb, hogy olyan anyagot tartalmaz, ami az őssejteknek a számát 25%-kal tudja fokozni, tehát olyan szöveteket, mint például a porcszövet elő tud állítani az alga segítségével a szervezetünk, amit már mondjuk egy 60-70 éves szervezetben nem tudunk egyébként. A sejtisztításnak ez a nagymestere, a korella alga, ez a tisztítás, ez így néz ki ugye az alga, és a spirulinában is van egyébként olyan anyag, ami tisztít, csak nem nagyon beszélnek róla. És hogy kellett tisztítani, a köldökzsinór vérben már 290 vegyi anyag van, ami nem odavaló. Ezt Amerikában már 2005-ben kimutatták, hogy ott a köldökzsinór. Ez nem annyira egészséges. És ez egy mostani adat, csak mutatnám, hogy mindenki, hogy taknyanyál egyben, és akkor biztos, hogy influenza, nem az influenza. A szállópor koncentráció, ugye most itt vagyunk valahol, 200%. Ez azt jelenti, hogy a 200-szorosan megengedettnek, úgyhogy kicsit azért ez nem annyira egészséges. Jó? Erről igazából nem beszélünk. Ez a levegőszennyezettség, ami azért hosszú távon, a piros az azt jelenti, hogy nagyon magas. Ugye a kék lenne a jó, a zöld az már nem, és de látjuk, hogy ugye szinte az egész országban nagyon-nagyon magas. Pesten ugye 206, de látjuk itt, hogy itt egyébként itt a Dunakanyarban 244, itt a legmagasabb. Ez a szállópor egyébként, ez a dízelkorom példa, úgyhogy hajrá dízelautók, úgyhogy. És akkor ez a lényeg, hogyha a sejtemet tudom méretni, akkor az immunitásom, az immunrendszerem sokkal jobb lesz. Hogy mi van az algában, rengeteg olyan van, de van ilyen sporopollenin, ez egy mikrorost, ami tulajdonképpen a bélrendszerbe meg tudja kötni a méreganyagokat, kiviszi, és ezáltal a bélmozgást is, illetve a bélperisztaltikáját is tudja fokozni. És hogy mennyire fontos a bélbe lévő tisztaság, illetve az, hogy ne legyenek méreganyagok, itt ez a doktornő kutatja, rengeteg kutatás szól amellett, hogy a bélrendszerünkben több kiló bélbaktérium van, és nagyon fontos az egyensúly. Tehát ott vannak jó és rossz baktériumok, és hogy a jó baktériumok miért kellenek, például méregtelenítenek szintén a kalcium, magnézium és a vas felszívódásba. Tehát ezek a baktériumok végzik el nekünk, tehát szimbiózisban élnek és nekünk dolgoznak. Mi etetjük őket, ők meg ezért cserébe például K-vitamint és B-vitamint állítanak elő. Most milyen érdekes, ha valaki kap egy antibiotikumot, akkor a bélben lévő baktérium elpusztul, és mi lesz? Depis leszek például, vagy hasmenésem lesz, mint annak a rendje, mert például, ha nem szintetizálódik B-vitamin, annak az egyik tünete az, hogy depis leszek például, meg még nagyon sok minden más. De a zsírok lebontásában is segít, és hogyha a szénhidrátokat például nem tudom lebontani, akkor a szénhidrát erjedni fog, ami mivel fog járni? Gázképződéssel. Gáz termelődik a bélbe, akkor pufogni fogok, és maraszarul fogom magam érezni. És nem enzimet kell bevenni, hanem az emésztést kéne segíteni. Alginin savat is tartalmaz az alga, ez pedig a nehéz fémeket, a kadmiumot, az arzént és mondjuk az antimont is, vagy a növényvédő szereket, ami egyébként az élelmiszerben benne van, meg tudja kötni. Az algának nagyon magas a klorofil tartalma, ez a zöld vér, ez gyakorlatilag a lugosításért, illetve az szervezet oxigénellátásért is felel, és ugye természetgyógyászok általában a húzafüvet szokták javasolni, a korellának a klorofil tartalma sokkal-sokkal nagyobb, tehát ha valaki lugosítani akar, vagy azt akar, hogy nagyon vitális legyen a szervezete, akkor elsősorban korella algát fogyasszon. A buzafű az jóval gyengébb hatású ebben a tekintetben. Egyébként én ittam ilyen buzafű levet, hát majdnem kijött ott, ahol bement, úgyhogy nem egyszerű történet. Táplálni kell a szervezeteket, és akkor ezzel kapcsolatban ugye nagyon fontos, hogy a sejtem úgy működik, amit adok neki, tehát onnan a mérgeket el kell vinni, ugyanakkor be kell vinni azokat az anyagokat, amivel a sejteket táplálom. Itt van Márai professzor úr, agronómus egyébként Agráregyetemről, és csak mondjuk megnéznénk a kukoricának a ásványi anyag tartalmát, akkor azt látjuk, hogy 1975-ben 100% volt, 90-ben 81%, 2005-ben már csak 31%-ba tartalmazta a 75-ös eredményhöz képest. Tehát gyönyörű szépen csökken az ásványi anyag és vitálanyag tartalom. Ugyanezt, ha megnézzük mondjuk az eperre,
Az eper C-vitamin tartalma mondjuk 85 és 96 között 67%-kal csökkent. Ezt aztán valaki vagy elhiszi, vagy nem. És ezért van az, hogy állandóan ennénk, ez a minőségi éhezés, hogy eszünk, de mint látjuk, a vitálanyag, illetve a vitamin ásványi anyag nem megy be a szervezetbe. Úgyhogy táplálni kellene a szervezetünket. Itt van egy alga, ez a Lithotamnium kőalga nevezetű alga, aminek nagyon-nagyon magas a ásványi anyag tartalma, 32 féle nyomelemet, illetve ásványi anyagot tartalmaz, magnézium, kalcium, vas, de kobalt, szelén, ró, réz, cink, jódot is, nagyon fontos a jód a pajzsmirigy működés szempontjából. Ez egy nagyon lassan növő alga, 1 mm-t nő egy év alatt, tehát ez nagyon lass, ezért elég drága és nagyon nehéz termeszteni. Ez az alga is gyakorlatilag benne van ebbe a kis dobozkába. Hogy mennyi mindenre jó, itt láthatjuk, ugye főleg a bőr dolgokra, tehát a bőr, köröm, haj, de nagyon jó a csontokra, mivel tele van ugye ásványi anyagokkal, kalcium, magnézium, nagyon jó a szívritmuszavar és az izületeinkre. Csak itt mutatnám egy ábra erejéig, hogyha összehasonlítjuk a spenót és az algának mondjuk a magnézium tartalmát, akkor 62-szer több magnéziumot tartalmaz mondjuk a spenót, de a kalcium tartalmát a tejjel, akkor 292-szer több kalciumot, mint a tejecske. Itt csak mutatnám, hogy rengeteg ilyen kalcium vagy magnézium pótló ilyen tablettát szedünk, ennyi lenne az optimális szint, hát ezek nevetségesek, és ahhoz képest azért elég drágák. Ez már egy következő alga, ez a spirulina. A NASA, előbb a Soyuz-t mondtam, a korallát, a NASA a spirulinát viszi fel az űrbe, ez egy amerikai űrhajós hölgy egyébként, és a Mars expedícióba is a spirulinát fogják fölvinni, mert ez a legvitálisabb, legjobb táplálék, amit lehet az űrbe fogyasztani. Hogy miért? Ezért. Mert 4000 vitálanyagot tartalmaz. Ha összehasonlítjuk a többivel, akkor ugye láthatjuk, hogy a mézbe, vagy a aloe verába, vagy akár ugye a fokhagymába 250, a spirulina algába 4000 vitálanyag van. És innentől fogva akkor nem kérdés azt, most akkor doktor úr szedjen mellé a kalciumpezsgő tablettát? Minek? Tehát ebbe gyakorlatilag minden benne van. Van a spirulinában egy ficocianin nevezetű vegyület, ami egyébként a spirulina festékanyagát adja, az őssejteket tudja stimulálni, és ezért van az, hogy ez szintén olyan szöveteket tud újra generálni, amit egyébként nagyon nehéz. Csontvelőbe például akár egy leukémia után, vagy egy csontvelő elpusztítás sugár által, ugye elszokták a csontvelőt pusztítani, annak a visszahozatalára nagyon jó ez a spirulinában lévő ficocianin. Tele van aminosavakkal. Aminosavak azok a vegyületek, amiből a fehérjék fölépülnek, az összes eszenciális aminosavat tartalmazza az alga, ilyen még egy nagyon nincs, ezért teljes értékű táplálék. A csirkehúsi, meg a pulykahúsikában nincs benne az összes aminosav, ezeket nem tudjuk szintetizálni, az a lényege. Enzimekkel is tele van. Csak itt mutatok valamit, csomó zárójelentésen rajta van, valakinek nem tudják mi a baj, akkor ráírok, hogy irritábilis kolon szindróma, aminek inkább csak tüneteket, hogy puffadok, meg gázképződés, meg gyenge vagyok, meg hol hasmenésem van, hol szurulásom van, és akkor ráírok, hogy irritábilis kolon szindróma, és hát, hogy ennek az a lényeg, hogy nincs enzimünk. Persze enzimet kívülről is be lehet venni, ez a tejbontó enzim, ez a laktáz enzim, ez mondjuk a tej cukrot tudja lebontani. Nem az a megoldás, hogyha most én egy-egy enzimet egy külső tablettával, főleg 5000 forintért megveszem és eszem, hanem az a szedjünk algát, és az tele van enzimekkel, és akkor jó lesz az emésztésem, meg ahogy előbb mondtam, a bélrendszerből kiviszi a mérgeket. Tele van eszenciális zsírsavakkal, tehát a zsírban vannak jók is, vannak rosszak. Én mindig azt mondjuk, hogy a zsírsavak, a zsírok azok rosszak, nem igaz. Vannak olyan zsírsavak, ezek eszenciális magyarul azt jelenti, hogy ezek kötelezően kellenek, hogy legyenek. Tehát vannak jó zsírok, és az algában csak jó zsírok vannak, ez nagyon meglepő. Most ezek a zsírok, ez az omega-3 zsírsav és a gamma-linolén vasav. Mindenki az omega-3-ról beszél, ugye ez van bent a különböző olajok, lazacolaj és egyéb dolog, és mindenki ugye arra esküszik, ez egyébként igaz is, de nagyon fontos a gamma-linolén vasav. Minek magas a gamma-linolén vasav tartalma? Anyatejnek. Mert a gyereknek, amikor a velőcsőzárodás és idegrendszeri fejlődés van, nagyon sok gamma-linolén-valsavra van szüksége, úgyhogy ez az algában benne van. Tejecskében mondjuk nincsen benne. Tehát az a lényeg, hogy tehát ugye vannak nagyon sok zsírsavak, és ezek a zsírsavaknak nagyon sok áldásos hatása van. Van olyan kollega, Rimmer Zoltánnak hívják, ez a
Budapesten a pszichiátriai klinikán dolgozik, ő például a depressziós betegeknek első dolog nincs-e pajzsmirigy alulműködése, hipotireózisa, mert az depresszióval jár. A következő az, hogy gyakorlatilag omega 3 zsírsavat ad, mert nagyon jó antidepresszáns hatása van. A harmadik pedig az, hogy van, akinek megnézi a lítium szint, tehát a lítium szint csökkenés is depressziót okozhat. Rengeteg beteg van, akinél az a három vizsgát egyik se történik meg, hanem egyből rányomják az antidepresszást. Úgyhogy ennyit erről. Úgyhogy ez az F-vitamin, ez az eszenciális vizsga, és látjuk, hogy a halakban 15-30%, a algának a eszenciális zsírsav tartalma 90% felett van. És akkor mutatnám, hogy Magyarországon ugye van Balaton, meg van Duna, és mégis mi fogyasztunk a legkevesebb halacskát, nagyon-nagyon szomorú. Tehát én nem tudom, hogy ami jó abba, tehát öngyilkosságban jelen járunk, amit kéne enni, pedig van halunk utolsók, vagy most nézzék meg, európai átlag 22 kiló, Magyarországon 4 kilót fogyasztanak per fő per év, Portugáliában 61 kilót. Most nézzék meg, hogy melyik egészségesek gondolják, a spanyolok, vagy a portugálok, vagy a magyarok, infarktusban mondjuk. Úgyhogy ennyit erről. És akkor mondom, amit előbb elmondtam, depresszió, koncentráció, gyenge immunrendszer. Mi kell? Omega 3 zsírsav. Mit kell csinálni? Algát kell fogyasztani. Ilyen egyszerű. Antioxidánsokról pár szót. Ja, antioxidáns, vannak szabad gyökök, és ezek a szabad gyökök tulajdonképpen az emberi testben rákot, öregedést és egyéb más betegségeket tudnak okozni. Ezért a sejteket ezzel meg kell védeni. Ugye ezért kellenek az antioxidánsok, amik egyébként többnyire inkább a zöldséggyümölcsökben van, de mi volt az előbbi ábrán, hogy elég kevés ásványi anyag és vitálanyag tartalma van ugye gyümölcs-zöldségnek, ezért sajnos táplálékkiegészítőre szorulunk, aminek azért jó az alga, mert az alga igazából 4000 olyan anyagot tartalmaz, ami tele van antioxidánsokkal. És most megint van egy csúsztatás, mindenki azt mondja, a C-vitamin meg az E-vitamin nem igaz, mert a antioxidáns tartalma van a flavonoidoknak is, a vörösbor, a karotenoidoknak, ami mondjuk a sárgarépába léva, ugye ezt méri a Nuskin, ami karotenoid szintet néz, de ilyen a glutatión meg a melatonin a tobozmirigy által termelt alváshormon. Tehát amikor alszunk, ezt a tobozmirigyünk ezt termi, ez is egy antioxidáns. És antioxidáns a Q10 is, és alfa-lipoensav, az is egy eszenciális zsírsav. És ha megnézzük, és akkor gyakorlatilag egy csomó enzim is, az enzimeknek, azért mondtam, hogy enzim ugye a táplálékok lebontásáért felel, ezeknek is van antioxidáns hatása, és akkor ebből gyakorlatilag mutatnék egyet, ez a szuperoxid dizmutáz, ami például az izom, ezért sportolók szedik, mert az izomsérülés csökkentésében jó, és nem tudom, hallott-e már valaki a szuperoxid dizmutázról, ez a világ egyik legjobb antioxidáns hatású enzime. Ez benn van az algában. Sokan azt se tudják, hogy eszik vagy isszák. És itt jön az én kedvencem, ez a Haematocus pluvialis, ez a vörös alga, amiben van egy speciális anyag, amit úgy hívják Axaxanthin, elnézést, hogy angol nyelvű könyvet tettem ide, magyar nyelvű publikáció nincs is. Tehát elmegy a háziorvoshoz, gyógyszerész, nyugodtan holnap tessék kimenni egyszerre, menjen oda a patikus, kérdezze meg, hogy Axaxanthin, és akkor magára néznek, hogy na akkor ön se normális, biztos valami hülyeséget mondott, már megint valaki okos kitalálta. Rengeteg publikáció van, a karotenoidok királya. Karotenoid ugyanúgy, mint a sárga répában lévő karotenoid, vagy a likopén, ami a paradicsomban van. Ez karotenoid, ez egy vegyület csoport, aminek a királya az Axaxanthin. Senki nem tud róla. A világ legerősebb antioxidánsa. Hogy mennyire jó, összehasonlítjuk a C-vitaminnal, az E-vitaminnal, vagy Q10-zel, és láthatjuk, hogy gyakorlatilag fenomenális jó hatása van. 50-szer erősebb, mint a beta-karotin, az E-vitaminnal meg 550-szer erősebb. Most senki nem mondja azt, hogy E-vitamin meg C-vitamin ne szedjenek, egyébként ez is benne van az algában, csak ennek a hatása, ennek az Axaxanthinnak 1000-szer jobb, mint a C-vitaminnak. Egyébként már van szintetikus Axaxanthin is, hát annak a hatása a tized része sincs. Ezt be nem megyek bele, hogy mennyi mindenre jó ez a például reflux. Ez a termékenység, ez a májgyulladás, ez az ízületi dolog, ez pedig gyakorlatilag az Alzheimer-kór, ez pedig a szklerózis multiplex. Nekem van ilyen betegem, aki szklerózis multiplex, ez meggyógyult. Úgyhogy nem az alga a csoda, hanem a mi szervezetünk. Mi szervezetünk csodára képes, hogyha üzemanyaggal látjuk el, ami mondjuk az alga, illetve az immun. Refluxról pár szót. Kicsit a nyelőcső ki van lukadva, úgyhogy csak időkérdés, hogy mikor lukad ki. Ez a gyomorsav, ami fölment a nyelőcsőbe. Itt a refluxban nem az a probléma, hogy sav van, mert a gyomorsav az kettőt, és például Jóisten így teremtette, hanem azt a lényeg, hogy a nyelőcsőbe ne menjen föl. Tehát nem a savat kell csökkenteni.
Poirier, Domperidol, Zantac, ezeket a gyógyszereket írták föl, és miután nekem a refluxom nem gyógyult, ezért rekonstrukciós műtétet javasoltuk. Ugye ma ittam kávét, meg paradicsomlevest ettem, semmiféle reflux gyógyszert nem szedtem be, de a 3x2 immunomat bevettem, úgyhogy semmi probléma a refluxra, és lehet, hogy este még egy vörös bort is meg fogok inni. Ennyit a refluxról. De a reflux az egyébként életmóddal fog meggyógyulni, és nem gyógyszerrel. De tény is való, hogy 6 óra után ne egyen senki, egyébként nem is egészséges, tehát 6 óra után nem jó enni. A másik 6 óra, a gyümölcs nagyon jó, egyetlen egy gyümölcs van 6 óra után, ami ehető, az az alma. És az, amiben fruktóz van, az erjedni fog, és ami erjedni fog, az gáz fog termelni, a gáztermelés meg mit fog csinálni? Ki fogja nyitni a szelepet, és föl fogja nyomni a gyomorsavat a nyelőcsőbe. Ilyen egyszerű. És ez a reflux. És nem a savat kell csökkenteni, úgyhogy megint egy hibás hozzáállás. Depresszióról pár szót azért mondanék. Hát nagyon, nem vagyunk nagyon boldogok mi magyarok. Marha jó, vagy az élen vagyunk, vagy a legalján. Úgyhogy attól függ, ha jó, akkor a legalján, akkor meg legfölül. Jó. Depresszió, csak mondom, gondolna valaki, hogy csökkent munkaképesség, vagy szexuális funkciózavar, krónikus fájdalom háttere, be lehet depresszió. Hát a depis vagyok, sokkal gyakrabban lesz például fájdalom, vagy alvázavarom, vagy szorongásom, vagy gyengeségem. Úgyhogy ezek fontos dolgok. Ez a burnout szindróma, mai orvosok mind ki vannak égve. Magyarországon 11 millió doboz gyógyszer fogy évente antidepresszánsból, és ez 29 milliárd forintba kerül az OEP-nek, ami azért nem olyan kevés pénz. Én csak mutatnám, hogy nem tudom, itt önök közül van-e, aki koleszterin szintcsökkentőt szed, hát a szed akkor egészségére, csak mutatnám, hogy mi az egyik tünete, depresszió és agresszió. Nyugodtan olvassák el a mellékhatását, oda van írva. És akkor csodálkoznak, hogy milyen depis vagyok. Hát nem kéne koleszterin szintcsökkentőt szedni, mert egyébként nincs is jelentősége. Amerikában egyébként most jelent meg közlemény, aki nem hiszi el, itt van nálam a Természetgyógyász magazinban megnézheti, hogy az amerikaiak már egyáltalán nem tartja fontosnak azt, hogy csökkentett koleszterin tartalmú élelmiszereket egyenek, mert nincs értelme. Mert a koleszterint a szervezetem fogja szintetizálni, és nem az számít, hogy mennyit viszek be. Nem tudom, ez biztos ismerős önöknek, ugye? Andaxin. Ez régen egy nyugtató volt. És hol van most? Temetőben. Kivonták. Miért? Mert mellékhatásra meghalt egy csomó ember. Ezt a csodabogyót pár évvel ezelőtt úgy hagyták nyugtatóként, mint a cukrot. Nincsen 5 éve, nézzenek utána. Menjen be a patikába, mondja meg, hogy kérek egy doboz Andaxin. Nincsen, kivonták a forgalomból. Bót nincs. Addig meg a legjobb antidepresszáns volt. Nehogy a frontinnal meg a szanaxszal majd így legyen. Éppen, hogy depresszióra mennyire jó a metionin, ez egy eszenciális aminosav, C-vitamin, fósav és B12 is van az algában. Ez nagyon-nagyon jó, például a depresszió ellen. Ezek olyan vegyületek, amik ezt a szintézist segítik. És itt van gyakorlatilag, ugye láthatjuk, hogy a fenilalanin is és a triptofán is két olyan aminosav, ami nagyon jó a depresszió ellen. Valaki nagyon depressziós, akkor érdemes előtte kivizsgálni, hogy nem-e pajzsmirigy alulműködése van. Tehát 14 éves macska az már egy kicsit olyan veteránnak számít. Na most ez a macska elkezdett, evett, de csak hasmenés, és közben fogyott. Tehát eszik, közben fogy. Az a másik, hogy hullik a szőre, mint a veszeledet, már kopasz macska volt gyakorlatilag, meg már alig látott. Elvitték állatorvoshoz, és kiderül gyakorlatilag, hogy 90 nanomol per liter a T4 szintje, tehát pajzsmirigy problémája volt. A macskának egyébként elkezdtek algát adni, mondta, ugyan állatorvos mondta neki, hogy fölöslegesett az algától, még ő nem látott macskát meggyógyulni. Hát mivel még soha nem is adott algát a macskájának, úgyhogy ezek után nem csoda. De a macskának gyönyörű szép a szőre, de aki nem hiszi el, az nézze meg. Itt van Manyának hívják a macskát, 2001.-4.-22. szőn, nőstény, európai, rövidszőrű, perzsa macska, 16,2 a T4 szintje, 10 és 55 között normális. Mit jelent? Pajzsmirigy szintje beállt a macskán, de a lényeg. Nem hullik a szőre, nincs hasmenése, visszahiszta magát, és jobban lát, mint valaha. 14 éves perzsa macska. Egyébként már vitték volna a temetőbe. Na most azért ezt mondhatják, hogy placebo kontrollált vizsgálat volt. Ez egyébként egy állapotos kismama volt, onnan ismerem a gazdáját, úgyhogy adja azóta is a macskájának az algát. Hogy mennyi mindenre jó az alga, most nehogy ezt végig olvassák, mert még háromszor ennyi betegséget tudnék mondani.
Egyébként fogyókúrában nagyon jó, béltisztítása, ízületi betegség, Japánban mondtam az előbb, spirulinaalgát adnak a cukorbetegségre is, meg a megelőzése is. Magyarországon az orvos a cukorbetegségre, hogyha valaki algát szed, akkor lebeszélő róla, ott meg rábeszélik. Ez a különbség kettőnk között, tehát óriási. Az Alga Hírek nevű újságban meg tudják nézni, Nagy Ákos nevezetű kollégám volt kint Japánban, ő nem hitte el egyébként ezt az egész algát, és akkor bement a Mekibe. És a Mekibe is alga tartalmú, meg is kaját kapott, akkor besokalt, és azt mondta, hogy ezt ennek az algának utána kell nézni. Az Alga Hírekbe utána tudnak nézni. Ő egyébként gasztroenterológus, de sebész, és sebészként foglalkozik táplálkozással, ami nagy szó, mert általában a sebészek csak operálni szeretnek. Ő pedig életmóddal is foglalkozik. Tehát nagyon fontos, hogy Japánban nagyon sok cukorbeteg szed spirulina algát. Nagyon fontos, hogy egy bizonyos gyógyszerek fesekárosító hatását ki tudja gyakorlatilag védeni. Ez is nagyon-nagyon jó a bőrre az alga, akár kozmetikumként külsőleg, de a legjobb belsőleg is. És itt jön a lényeg, mire jó az alga, immunrendszer harmonizálása. És most jön a lényeg, és mindenki ezt az egy mondatot legalább olvass el, mert mindenki, hogy doktor úr, most nekem ez a bajom, hozza a laborját, meg egyéb dolog. A csoda benned van, és ha megadod a biológiádnak mindez, amire szükség van, beindul a szervezetet öngyógyító képessége. Ez a lényeg. Tehát az, hogy kinek mire alkalmas a szervezete, nem tudom megmondani. Én még két egyforma beteggel nem találkoztam, de az egésznek a dolognak a lényege az, hogy én a daganat miatt elkezdtem szedni az algát, elkezdtem máshogy élni, lefogytam mondjuk 8 kilót, szedem az algát, sportolok, rengeteg folyadékot iszom, mindenhova gyalogjárok, és mi lett? Élek, meggyógyult a refluxom, az aranyérem, a depresszióm. Ott van a refluxra, 3 gyógyszert szedtem. Semmi gyógyszert nem. És gyógyszer mellett panaszos voltam. Én olyan antidepresszáns szedtem, hogy cimbalta, nézzenek utána. Mondta a pszichiátra, hogy ezt nem hagyhatom el, mert nagyon sok probléma lesz tőlem. Mondtam, hogy gyerekek, semmi gond, én ezt saját felelősségre szépen elkezdtem csökkenteni, és ezt így kell. Tehát nem szabad egyik napról a másikra a gyógyszert elhagyni, sose szabad. Mindig fokozatosan, és mellette áttérni a fokozatos egészséges életmódra. Táplálkozás, alga, folyadék, és kimenni. Aminek gyógyító hatása van, az a víz, a levegő és a jóga. Tehát levegőre ki, oxigén kell. Itt van oxigén, ugye tudjuk. Levegő, D-vitamint hiába esszük. Ha nem megyünk ki a napra, nincs D-vitamin szintézis. Tehát ki kell menni a szabadba. Megfázásról pár szót. A túlzott mennyiségű cukorfogyasztás nem jó az immunrendszernek, bármilyen érdekes. Nem megfelelő pihenés, és nagyon fontos, hogy ha stresszek vagyunk, sokkal hamarabb meg fogunk fázni. Figyelje meg mindenki. Miért lesznek háziasszonyok általában karácsony előtt torokgyulladás még ezért? Mert annyira stresszed, mert nagy takarítás, munka, ezért még rádob egy lapáttal évi zárás, közben még megtakarítás, akkor ajándékvásár, és mindenki a karácsony fa alá úgy esik be, hogy közben van egy, megkaptam az influenzát, milyen érdekes, mert akkor már teljesen kiírtja magát, mert annyit dolgozik, hogy nem igaz. És itt mondanám a D-vitamin szerepét, ami nagyon fontos, de megint itt mondom, hogy mindenki mondja, hogy C-vitamin. Nem. Ahhoz, hogy az immunrendszer vitamin, ásványi anyag, enzim, koenzim Q, antioxidánsok, probiotikumra, ugye mondtam, a bélflórának nagyon jó az alga. Ezekre mind szükség van. Így fog jól működni az immunrendszer. Mondjuk hiába segítek E vagy C-vitamin, az csak egy töredéke. Ez komplexül kell bivinni a szervezetbe. Tehát nagyon-nagyon fontos a D-vitamin, és az alga tele van D-vitaminnal, de a napfény nélkül nem szintetizálok a D-vitamin, és ami nagyon fontos, hogy állandóan bekenjük magunkat mindenféle kozmetikumokkal, akkor az UV-sugárzás nem fog hatni, és nem tud D-vitamin szintetizálódni a bőrben. Spirulinában rengeteg jó anyag van. Én csak itt kiemelném azt, hogy például a gomba, baktér és vírus ellenes hatása is van, és ugye előbb mondtam, hogy ugye nagyon fontos, hogy a lázzal pusztítjuk el a vírust. Én tényleg, ha valamit elkapok, mondd el, Kati, ha nem így van. Én is természetesen szedem az algát 5 éve és megfázom. Én 3 nap alatt nincs olyan betegség, amiből 3 nap alatt ne lépnék ki. Tehát 1-2 napig lázas vagyok, 3. napra kicsit gyenge vagyok, 4. napra semmi bajom. És bármilyen influenza, bármi jöhet, gyakorlatilag 3 nap múlva teljesen egészséges vagyok. És ez igaz a gombára is. Nem megyek bele, de nitrogén oxidot is szabadít föl, ami egyébként nagyon-nagyon jó a vitalitásért is szerepel. Egyébként ezt csinálja a Viagra. Nem tudom, azt tudják-e, a Viagra egyébként, hogy ez potenciál növelő, ez elvileg vérnyomás csökkentőnek indult, de aztán olyan mellékhatása volt, hogy azt mondják, a vérnyomást is valamilyen módon csökkentette, de a potencia fokozó hatása jobb lett. Ez nitrogén oxidot szabadít föl, és a ereknek a oxigenizációját javítja, és ilyen hatása van a spirulina algának is többek között.
Alga mellett egyébként javaslom mindenkinek a fokhagymát és a citromot. Egyébként a gyömbér se rossz ilyen, csak hogy azért mondom, hogy egy-két olyan dolgot is mondjunk. Ami fontos, fokozatosan kell kezdeni, mert méregtelen itt az alga. Tehát egy kapszulával kezdem, és hetente egy-egy kapszulával emelem. Nagyon fontos, hogy megelőzése általában 3x1-et, ha valakinek betegsége van, akkor 3x2-t javasolt. Ezt múltkor a Weber Suta Ági mondta a webkonferencián, hogy aki fogyni akarna, az inkább étkezés előtt, aki meg hízni az étkezés után vegye be, azért ez nem egészen így működik, de kell egy kis idő, amíg ez beáll. Volt, akinek egyébként nem egy betegem, elkezdte szedni, fölment a cukra, és azt hitt, hogy cukorbeteg lett, be fog állni, és utána a cukorbetegnek is gyönyörű szépen. Van olyan betegem, aki az inzulint is el tudta hagyni, tehát elkezd ugrálni a vérnyomás, cukor, tehát azzal mindenkinek azért kell fokozatosan és sok folyadékot inni. Ha valaki beteg, mint mondjuk én, akkor 3x2-t kell szedni. Nekem volt olyan nap, amikor ebédre 6-ot vettem be egyszerre. Köszönöm szépen, még élek, és nem hallgattam bele alga túl adagolásba. Legalább fél évig kell szedni, bennem 58 év mérge van benne, gondolhatják, hogy 2 hét alatt 2 kapszula immuntól nem fog kimenni. Meg az a 8 kemoterápia, amit sikerült beném adni. Nem kell más táplálék kiegészítőt szedni, tehát kalciumot, meg D-vitamint, meg cinket, nem tudom minek szedni mellé, de van, aki szedi. Gyógyszert ne hagyjuk el, akinek tilost adni, aki szervet kapott. Tehát a csípőprotézis, térprotézis maradhat, ha valakinek új szívet, májat tettek be, ne kezdje el szedni, mert kilök ki. Ezt tudja az alga. Oké. Aki vesedialízissel jár, annak óvatosabban kell adni. Szét lehet szedni a kapszulát. Budai Károly, ugye webkonferencia most szerdán volt, csak azért mondja, hogy jött egy kis majd, nem terhes, ő úgy állapotos, mondjuk így. Tehát a babavárás szerintem ez egy állapot, és áldott állapot, inkább így mondom, nem? Tehát ő 2 hónapja szedi az algát, és kiderült, hogy 3 hete terhes, és hogy szedheti az algát. Legjobb, amit tehet, szedje, szenzációs a baba, ezért választotta önt, ugye ez már egy kicsi spirituális, és tudjuk jól, hogy a gyerek választja a szülőt, és nem fordítva van, de ebbe most nem fogok belemenni. Úgyhogy nem fontos egyébként az UH-vizsgálat, és a babának sem tesz jót. Gratulálok a várandósághoz, szedje bizalommal az algát, ugyanis rá van írva a dobozra, hogy állapotosoknak óvatosan kell adni. Hát ezt rá kell írni Magyarországon, de Magyarországon mindenre. A gyógyszerre bezzeg, na jó, nem mondok semmit, jó? Úgyhogy mondtam, víz, levegő, napfény, csontitkulás, sok a hölgy, ugye az úr biztos megengedi egy kicsit a csontitkulásról, beszéljek még egy mondat erejéig, ugye tudjuk jól, hogy ez népbetegség. Japánban, egyébként Japánban csontritkulás alig fordul elő, csak úgy mondom, és Japánban algát javasol az orvos mondjuk a csontritkulás megelőzésére. Minden 10. ember, tehát Magyarországon 1 millió csontritkulásos beteg van, és nagyon-nagyon fontos, hogy a csontritkulásban szenvedők 80%-a nem részesül megfelelő gyógyszeres kezelésbe, és egy év után egyébként ezeknek is a 3/4 része abba hagyja a gyógyszert. Magyarországon 15 ezer comnyaktörés van évente a csontritkulásból kifolyólag. A probléma az, hogy ebből minden negyedik comnyaktörött meg is hal. Tehát 15 ezeret elosztják 4-jel, annyi ember hal meg a csontitkulásba végül is. Ha ezek ugye kezelve lennének, akkor nem lenne azért olyan rossz a helyzet. Így néz ki egy comnyaktörés röntgenen. Ennyibe kerül egy comnyaktörés, 14 milliárd forintjába az OEP-nek 2010-ben ennyibe került ezeknek a betegeknek a kezelése. Vérvétellel sokra nem fogunk menni, de hát aki arra gondol, vegye le. És mondanám az okokat, és most mindenki akkor figyeljen, de mert mindenki mit mond, ezért mert hormon, ugye már nincs, ezért mi változókori állapot, nincs hormon, meg a kalcium. Hát csontritkulás ennél sokkal több, jó? Például nem iszunk elég vizet. Ugyanis a kollagének összeesnek, ugye ezek vannak, ezek a rostok vannak gyakorlatilag benne a csontjaink között és a csontjainkban is, és hogyha ezek kiszáradnak, akkor a csontnak a struktúrája sokkal jobb. Tehát mi a legegyszerű? Inni kell folyadékot. Következő pedig az fizikai igénybevétel, mert hogyha nem mozgunk, akkor a csont hiába esszük a D-vitamint, kalciumot, nem fog beépülni. Ahhoz, hogy beépüljön, mozogni kell. Nem kell átúszni 3x a belőle, úszás, norki voting, júga, ajvaltorna, erdei séta, kutyasétáltatás. Tehát nem kell fölmászni a Himalájára meg vissza, ahhoz, hogy az ember megfelelően mozogjon. Ez sem igazából publikus, de ennyi minden kéne, csak mondanám a csontsűrűség megelőzésére. A-vitamin, B-vitamin, vas, cink, réz, prolin, ez egy aminosav, még egy csomó aminosav, mangán, ez például a bór, nem tudom, valaki hallott, ez a bór nevezetű vegyület, ami egyébként nincs is
Feledés homályában egy nagyon sok borhiányos ember van, de igazából nem beszélünk róla. Ez nem a vörösboros hiányról beszélek, hanem ez egy nyomelem. A K1, K2 vitamin most nagyon nagy reneszánsza van, és nem csak a kalcium, hanem a magnézium legalább annyira fontos, hogy a kalcium be tudjon épülni a csontokba. Japánoknál gyakorlatilag nem isznak tejet, és mégis alig fordul elő a csontitkulás, meglepő módon, ugye fogyasztják az algát, és itt lehet a megoldás, ugye ezt mondta doktor úr is. Doktor úr, kérdésem, csontitkulás miatt szedjem az alga mellé az orvos által felírt gyógyszereket? Nem kell szedni, minek? Minden negyedik ember gyógyszerszedésbe hal bele, mert az orvos kezelés nem gyógyít. Lelki szinten ugye önértékelést kell helyre tenni, az immunt viszont kötelező szedni. Ezt nem tudom, hallotta, de ezt szerdán mondta a doktor úr. Még egyszer mondom, ez a webkonferencia, ami minden szerdán van, érdemes meghallgatni, ugye ő budai doktor úr, aki természetgyógyász, házi orvos kollega egyben. És itt jön egy adat, hogy megmondta, ez egy szlovák endokrinológus doktor, aki olgát adott a csontritkulásos betegeinek, és láthatjuk 2010 és 12, azaz két év távlatában 12,9%-kal javult a gerincnek a csontsűrűség adata. És nem tudom, aki ennél jobbat tud, az nyugodtan tegye fel a kezét. A csípőcsontokban 6,2%-os javulás volt, ma már Magyarországon az is csúcsa, valakinek nem romlik az állapota. Úgyhogy én azt gondolom, hogy megérdem a legjobbat, én 2010 óta nem eszem fagyit, azt a pénzt, amit fagyira költenék, algára költöm, még dohányozni soha nem dohányoztam, és van olyan, hogy tényleg ma is úgy, hogy két fogásos kajával már teljesen jól laktam, de van, hogy egy tállevessel is kész vagyok, és utána beveszem az algát, ezt hívják komplettálásnak, ami azt jelenti, hogy megeszem jó ízűen a levest, utána eszem algát, és teljesen jó minőségi éhezést kiköszörülve, tulajdonképpen teljesen jól lakom, és 70%-ig jól laktam, sokkal kevesebbet költöttem, viszont köszönöm, jó vagyok, nem kell böfögni, röfögni utána, meg lefeküdni, meg izéket bevenni, bogyókat, hogy most az emésztésem beinduljon meg, nem rohanok egyből a WC-re. Ez az óriási különbség. És mellette még pénzt is spórolok meg. Úgyhogy a legnagyobb ajándék, amit egy embernek adhatsz, az időd, a figyelmed, a szereteted és a törődésed. Én azt mondom, hogy nagyon megköszönhetjük Katinak és a tévének, hogy rendelkezésünkre bocsájtotta ezt az estet. Én nagyon remélem, hogy érdemes volt velünk tartani egy órán keresztül, és talán volt olyan információ, ami kicsit előre vitte a dolgokat. Én nagyon-nagyon hiszek az algába, én nagyon-nagyon szeretem, én nem tudom elképzelni az életemet nélküle. A feleségemnek 2 évet kellett várni, hogy elkezdje szedni az algát. Tehát ez így működik, hogy higgyék el, hogy én nem győzködök semmit, senkit, még egyszer félreértés ne essék. A gyerekemnek 3 év telt el, akit előbb láttak, ő 1,5 éve szedi az algát, addig azt mondta, hogy apa, minek. És aztán ő is allergiás lett, meg voltak problémái, és akkor kiderült, hogy mégis milyen jó az alga. Tehát mi egy megoldást próbálunk, de még egyszer a lényeg az, hogy most 2 kapszulától senki ne várjon csodát. Nagyon fontos, hogy itt, amit gondolunk, az úgy lesz. Ha valaki itt azt gondolja, hogy én szeretek beteg lenni, meg jó orvoshoz járni, meg jó, hogyha annyi orvosságot szedek, mert van, aki szereti sajnáltatni magát, az nem valószínű, hogy az algával meg akar gyógyulni. Ha van egy daganatos beteg, aki föladta az életet, és azt mondja, hogy ő nem hisz abban, hogy meggyógyul, és ő föladta ezt a szenvedést, és nem akar tovább küzdeni, annak nem kell algát adni. Mindenkinek szuverén joga. Ha valaki meg akar halni, akkor engedni kell őt meghalni. Ha valaki viszont élni lehetne, akkor segíteni kell abba, hogy az ember a szeretetével és a törődésével gyógyítsa. Az alga nem csodaszer. Ha ma meghallgattak és odafigyeltek, akkor én ma elsősorban a prevencióról beszéltem volna, mert az alga nem arra alkalmas, hogy a 16. kemoterápia, meg 26. sugárkezelés után akkor próbáljuk meg az algát, hát attól meggyógyul. Nekem marha szerencsém volt, mert én meggyógyultam. De én az életmódomért is tettem valamit, és hálás vagyok a kemoterápiának is, mert ha nem kaptam volna, akkor lehet, hogy nem értem volna meg azt, hogy az algával megismerkedjek. De ez mindenkinek a saját döntés, hogy melyik utat választja. Én csak szeretném, hogyha itt fiatalok is lennének, és önök elmondanák mondjuk a gyerekeknek vagy az unokáknak, hogy van egy lehetőség, hogy ne a Mekibe járja, és ne a Rosseiblit, meg a nem tudom mit, a chipset egyétek, hanem egyétek a karalábét, meg a sárgarépát, meg ugye egy Keccel környékén azért jó zöldséggyümölcsök vannak, meg ha egy kis immunnal megspékeli az ember, az nem olyan nagy baj. Még egyszer mondanám, hogy én erről az immunról beszéltem, van a boltokban más
alga és korálla, a DM-be bemennek korálla, spirulina alga ott is van, ebben 4 alga van, ezért vállaljuk a felelősséget, ez egy német cég terméke, mi ezt szedjük, aztán mindenki azt szed, amit akar, és itt nincs dózis, tehát ez nem gyógyszer, most akkor egy kapszulát, vagy nincs a homlokára írva senkire, tehát van olyan betegem, aki 9-et szed. Van, aki azt mondja, hogy 2-től nagyon jól van, amikor a harmadikat beviszi, az neki már sok, nem kell. Egyébként én azt szoktam javasolni, hogy nyáron kevesebbet kell, télen, amikor kevesebb zöldséggyümölcsöt eszünk, akkor több algát kellene, ilyen egyszerű. De gondolkozzunk, tehát hogyha jön egy influenza szezon, akkor nem egyértelmű, hogy nem egyet fogok szedni. Influenzát el akarom kapni? Nem. Ahhoz, hogy jó legyen az immunrendszerem, mit kell csinálni? Megnyomom az algát, meg 2-szer annyi folyadékot iszom. Ilyen egyszerű. De jön az influenza, akkor ne egy kapszulákat spóroljunk, mert doktor úr, most spórolok, mert ezért gyűjtöm a cigarettára, mert fölmegy az ára. Öntsük el, mit akarunk, aztán mindenki belátás szerint. Ez még egyszer mondom, táplálék. Tehát itt nincs ez, hogy ha 2-szer szedsz, akkor meggyógyulsz, ha 3-szer akkor nem gyógyulsz. Én akkor annyit szedjen, amennyi jól esik. Van olyan, hogy 9-et is megbeszedünk belőle, úgyhogy egyébként lovaknak is adják meg, állatoknak, a algahírekben benne van, csomó állatot lovaktól a postagalambokon keresztül adják, úgyhogy én ennyit gondoltam elmondani, valószínű, hogy túlléptem az 1 órát, de talán nem baj. Nem akartam sarkítani, de higgyék el, hogy én látom, hogy az emberek mennek, mint a birkák a másik feneke után, aztán mindenki csak béget, aztán amikor ott a nagyba, akkor doktor úr, akkor most kaptam a 8. kemoterápiát, most akkor mi van? Hát nem tudok segíteni rajta. Egyébként én nem vagyok Isten, én orvos vagyok. És még egy dolog, hogy én azért nem dolgozom a kórházban, én 3 percen van egy betegre. Én nem tudok gyógyítani, hogy bejön a beteg, mire letetszene vetkőzni, meg visszaöltözni, addig már letelt a rendelési idő, mert ez körülbelül 3 perc volt. És eltetszik mondani a problémáit, mondjuk tényleg, mert mondjuk 25 éve beteg, eltetszik mondani, 3 percbe beleférne. És akkor még meg se vizsgálja. Múltkor jött egy beteg, mondom, le kéne vetkőzni, megvizsgál, mert a doktor nem szoktak engem megvizsgálni. Hát mondom, ez a probléma. És nem ott kezdem, hogy torkába bele, hát ha valaki köhög, az első torkába. Ha van, hogy 5 méterről bele, ez antibiotikum, piros. Nem is fáj a torkom, de már antibiotikum, mert piros a torka. De hát nem fáj, akkor meg minek? És miért piros a torka? Mert refluxa van. Én egyszerű. És akkor kapja rá az antibiotikumot. Így nem lehet gyógyítani. Meg nem a röntgent és nem a koleszterin szintet gyógyítjuk, hanem a beteget gyógyítjuk. És a betegnek nem specialistához kell elmenni, a gyomorral, a vesével, most van olyan, hogy ritmológus. Aki a szívritmussal foglalkozik csak, tehát nem kardiológus, szívspecialista, csak a szívritmus zavarral, ritmológus. És lesz olyan, aki csak a hajszállal fog foglalkozni lassan, és akkor az lesz a hajszál specialista. Úgyhogy holnap reggelig mondhatnám, de nem mondom tovább, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, és jó egészséget kívánok, és köszönöm, hogy megtiszteltek a figyelmükkel. Nagyon szépen köszönjük mindenki nevében az előadást, szerintem nagyon értékes volt, és újabb tudással gazdagodtunk.